10 órára, de megjelent a 8 óra 30 percre ment ki. Elvileg lépcsőzetesen idéztem. A bíróság végzést hirdet, melyben zárt ülést rendel el. A sajtó eddig lehetett jelen az előkészítő ülésen. Még van három vádlott, és rájuk vonatkozik. Miután megtörtént itt a mentelmi jognak a felfüggesztése, azt követően az Európai Unió elég következetesen olyan helyekre, szovjet utódállamokba küldi Kovács Bélát hivatalos megbízás keretében, ahol elvileg, ha kémkedett volna, akkor ragyogóan tovább kémkedhetne, de nem kémkedett, és most sem kémkedik. Az én lelkiismeretem teljesen tiszta, én nyugodtan állok a bíróság elé, ezért is jöttem ma, ahogy mondtam, reggel örömmel ide, végre elkezdődött a per, reméljük, a bíró úrral most beszéltünk ugye erről, ő is azt szeretné, hogyha minél hamarabb lezárulna ez az ügy, és bízom abban, hogy az igazság el fogja hozni a győzelmet, már legalábbis számomra, olyan értelemben, hogy nyugodtan tudok tovább dolgozni, legalábbis még egy évet Brüsszelben. Le, hogy összebeszéltünk. Előre valamit megállapodtunk, valamiben ilyesmi. Ha feloldanák a titkosítást, akkor szerintem ez az ügy már régen megszűnt volna. Ez nem véletlenül van titkosítva, és nem is akármeddig, mert van egy olyan része, amely 2034. december 31-ig, a másik része pedig 2054. december 31-ig.